Jelentős lépés a hazai megújuló villamos energiatermelésben a Paksi naperőmű létesítése. Az pedig, hogy az atomerőmű mellett épült meg, és a jövőben egymás mellett fog működni a két új atomerőművi blokkal, kiválóan példázza, hogy a két technológia együtt képes erősíteni hazánk energetikai infrastruktúráját, és együtt biztosíthatja a karbonmentes energiatermelést Magyarországon. Egy fontos dolog, hogy az atomerőmű az sose volt a megújulók ellenében, hisz azt gondoljuk, hogy a kettő együtt fontos kiszolgálója lehet a magyarországi villamosenergia igényeknek, mind a megújulók, ezen belül a nap, mind az atomerőmű. Süli János kifejtette, hogy az ellátásbiztonság garantálása érdekében feltétlenül szükség van olyan alaperőművekre, amelyek az időjárástól függetlenül képesek télen, nyáron és éjjel-nappal minden másodpercben villamos energiát termelni. Az új paksi blokkok ezt a célt fogják szolgálni. Amíg az atomerőmű az úgynevezett zsinór áramot biztosítja, a megújulók elégíthetik ki a további igényeket. A számok azok, hogy a mérnökök számára egyértelmű, ha folyamatosan növekszik Magyarországon az áram felhasználás igénye, ha folyamatosan nő az import ezáltal, akkor ez egy óriási kockázatot jelent. A miniszter kiemelte, hogy a paksi atomerőmű 37 éve klímabarát módon szolgálja hazánk biztonságos villamos energia ellátását. Ennek is köszönhető, hogy az Európai Unióban Magyarországon az egyik legolcsóbb az áram, emlékeztetett a miniszter. Mint aláhúzta, stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és a gazdaság számára hosszú távon olcsó, folyamatosan rendelkezésre álló és biztonságos villamos energia álljon rendelkezésre, miközben a klímavédelmi követelmények is teljesülnek. Ez csak az atomenergia alkalmazása mellett teljesíthető, ezért is döntött Magyarország a nukleáris kapacitásának fenntartása a két új blokk megépítése mellett.